Felismerhető legyen, vagy ne ismerje föl senki magát. Nem mutathattuk az arcát, és a hangját is el kellett torzítanunk. Ezt kérte korábban a férfi, aki 11 erőszakos bűncselekmény miatt állt bíróság elé. A vád szerint rablásban és betörésekben is részt vett, nem volt válogatós, amit tudott, mindent magával vitt. 10 kiló cukrot. A cukron kívül lisztet, kanálkészleteket és mikrohullámú sütőt is lopott, főleg Szekszárd környéki tanyákból. Az előkészítő tárgyaláson, ha mindent beismert volna, viszonylag enyhe ítélet várt volna rá, ám egy pár gumicsizmára azt mondta, azt nem ő lopta el. A bíróságnak ezért még több tárgyalást kellett tartania. Kiderült, hogy a férfi egyszer részegen ment be a szekszárdi könyvtárba, a mosdóban elaludt, és mire felébredt, rázárták az ajtót. Törni, zúzni kezdett, majd egy ablakot betörve jutott ki az épületből. A bíró ezért a rablás, a betörések és a lopások mellett még rongálásban is bűnösnek mondta ki. A bíróság a vádlottat rablás, kifosztás és lopás büntette miatt, valamint rongálás vétsége miatt 4 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte, valamint 5 év tartamra eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A szó szerint bűnlajstrommal rendelkező vádlott viszont nem fogadta el az ítéletet, szerinte túl szigorú büntetést kapott. Az ügyész viszont éppen azt gondolja, hogy még tovább börtönbe kellene kerülnie, ezért az ügy tárgyalása legkorábban ősszel a másodfokú bíróság előtt folytatódik.